Az emberek többsége a napközben tapasztalt, az évszakhoz képest magas hőmérsékleti értékek ellenére már bekapcsolta a fűtést, elsősorban az esti órákban. Főleg klímával vagy más fűtőtesttel, illetve gázzal vagy éppen tüzelős tűzhelyjel. Gázzal fűtünk, bekapcsoltam, de csak a minimálisra, amikor úgy reggel vagy este, hogy bekapcsoljon. A fűtést még nem kapcsoltuk be, de mivel hogy a szmederebói hocsviákon, sporheton főzök is, meg tüzelek is, csak éppen annyira, hogy még megfőzök, addig bemelegítek egy kicsit, még eddig nem volt annyira szükség a fűtésre, ugye? Habár az esték meg a reggelek azok igen hűvösek, de még a fűtést az igazán nem kapcsoltuk be. A szabadkai gázművek mintegy 12 ezer felhasználót lát el földgázzal, ők az év folyamán bármikor bekapcsolhatják a fűtést. Horváth Tíme, a szóban forgó kommunális közvállalat igazgatója elmondta, a téli idényben a fogyasztás jelentősen megnő. Mivel az éjszakák hűvösek, a gázórák azt mutatják, hogy sokan már bekapcsolták a fűtést. Tavaly egyébként összesen 25 millió köbméter volt az egész évi fogyasztás. Stabil a gázellátás az idei szezonra vonatkozva, és hogy az ár nem fog változni. Ha már az árnál tartunk, akkor el kell mondani, hogy augusztustól növekedett a gázköbméternyi ára 3 dinárral. A 2017-es évtől az idei év augusztusáig 33,73 dinár volt a gázköbmétere, augusztustól pedig 36,56 dinár, tehát 0,3 dinárral drágultunk. Ennek ellenére el tudom mondani, hogy az érdeklődés a szolgáltatók, illetve a fogyasztók részéről és a jövőbeli fogyasztók részéről, a polgárok részéről nagy. 365 kérelmünk jutott el eddig a közvállalathoz az idei évben. Novembertől 10%-kal drágul a távfűtés Szabadkán, így a megemelt összegű számlákat december elejétől kapják készhez a fogyasztók. A távhűszolgáltatás 5 hónapos komoly karbantartási munkát követően indulásra készen áll, amint csökken a kinti hőmérséklet, mondta Sasa Petković, a szabadkai távfűtőművek igazgatója. Temperatúra sú preko 20 stepeni i mi ne možemo da grejemo na tim temperaturama. Nama je sistem baždaren na 14 stepeni u plusu i čim se postigne ta temperatura, automatski se isključuju pogoni i naše postanice. Tako da dok je ovakva temperatura, mi ne možemo da krenemo sa grejanjem. Mi inače mogu vam reći, svako večer u 21 čas uveče merimo temperaturu. I ako se temperatura 3 večeri za redom spusti ispod 12 stepeni, mi ćemo startovati grejanje. Hozzátette, bár nehéz tél előtt állunk, nem tartanak attól, hogy akadozások lesznek a fűtésben. A fűtési szezon egyébként hivatalosan október 15-től április 15-ig tart, azzal, hogy a szabadkai távfűtő műveknek hideg idő esetén április 30-áig van fűtési kötelezettsége. A hét elején még kitart a vénasszonyok nyara, de szerdától az előrejelzések szerint csökken a hőmérséklet. Csütörtökön már lehűl, a nappali hőmérséklet is legfeljebb 16 fok lesz. Pénteken reggel már fagyponthoz közelíthet, mindössze 1-3 fokot mérhetünk majd a hajnali órákban. Amennyiben az időjósok nem tévednek, még ezen a héten felmelegedhetnek a radiátorok.